Híradónkat látják, köszöntöm nézőinket! A 2010 óta zajló egészségügyi fejlesztésekről adott összefoglaló képet mai sajtótájékoztatóján dr. Kovács Zoltán államtitkár, országgyűlési képviselő és dr. Vörösi Bolya főigazgató. A sajtótájékoztatón elhangzott, Pápán eddig 2,5 milliárd forintot nyert el és használt fel a kórház infrastruktúrális beruházásokra, energetikai fejlesztésre és képzésekre. Most újabb 600 millió forintos fejlesztési kör indul, így már meghaladja a támogatási összeg a 3 milliárd forintot. Országosan 500 milliárd forintot költ az állam kórház fejlesztésre. Veszprém megye eddig ebből 22 milliárdot, Pápa pedig 2,5 milliárdot használhatott fel. Ebből 2 milliárdot infrastruktúrális fejlesztésre, 178 milliót energetikai fejlesztésre, 309 milliót pedig képzésekre és humán erőforrás fejlesztésre fordítottak. És van két újabb pályázat is, amire már támogatási szerződést kötött a kórház, hangzott el a mai sajtótájékoztatón. Ez egy közel 600 millió forintos újabb fejlesztési kör a kórházban. Ha ezt mellé tesszük az eddigiek mellé, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy meghaladja 3 milliárd forintot a fejlesztés nagyságrendje ebben a kórházban az elmúlt időszak, illetve az új leendő fejlesztések. A fejlesztések tehát nem maradnak abba a pápai kórházban. Az EFOP-os pályázatok 4 területére nyújtottak be tendert. Ilyen a járóbetegellátás fejlesztése, ebben minden szakrendelő fejlődik majd. Mivel a betegbiztonság kérdését is fontosnak tartja a pápai kórház, így erre a területre is pályáztak. A kórházi fertőzések elkerülése érdekében a kézhigiénia fokozottabb odafigyelésére fertőtlenítőszer adagolókat és endoszkópos mosogatót kívánnak beszerezni. Illetve szükségesnek tartottuk, hogy egy komplex betegazonosító rendszert tudjunk bevezetni, aminek az lesz a feladata, hogy a kórházba ellátásra beérkező betegek esetében karszalaggal fogjuk azonosítani a beteget. Ebben a pályázatban karszalagok nyomtatására szükséges nyomtatókat tudunk beszerezni, a betegazonosításra különböző kézi eszközöket, valamint több tabletet, ami a betegágy melletti gyógykezelést, annak folyamatos rögzítését fogja szolgálni. A betegbiztonságra 157,2 millió forintot fordíthat az intézmény. A kórház humán erőforrás fejlesztésére 148,6 millió forintot nyert. Ebből az összegből 2 szakorvos és 16 szakdolgozó foglalkoztatását tudják megoldani. A sajtótájékoztatón elhangzott még, egy másik pályázat is pozitív elbírálást nyert. Ebből képzéseket finanszírozhat a Gróf Eszterházi Kórház 85,2 millió forint értékben. Megérkezett városunkba az idei esztendő első Teuton adománya. A bébi és gyermekélelmiszerekből álló adományt rászoruló családok fogják megkapni a Család és Gyermekjóléti Központ, a Szent István, valamint a Szent Benedek plébánia közreműködésével. Idén lesz 23 éve, hogy a Teuton lovagrend nagymestere adományt hoz városunkba. Klaus Blosz stábunknak azt mondta, már elmúlt 70 éves, de amíg a Jóisten engedi, eljön Pápára és segíti az ittenieket. Ezzel a nagy kamionnal érkezett déli 12 órakor Pápára az adomány. 17,2 tonna gyermekélelmiszert rejtett a hatalmas teherszállító autó. 70 ezer adag marad itt Pápán, a maradék 50 ezeret pedig Sümegre és Hévízre visszük tovább. A Teuton lovagrend 1996 óta segíti adományaival a várost. Több mint 2 évtizede végez kiemelkedő szolgálatot Klaus Blosz nagymester annak érdekében, hogy kiváló minőségű élelmiszerrel támogassák a pápai gyermekeket, családokat. Elmúltam már 70 éves, és ameddig az egészségem bírja, folytatni fogom ezt a munkát. Nagyon szeretem ezt a tevékenységet, életem egyharmada humanitárius szolgálattal telt el. Amíg a Jóisten megengedi, jövök Pápára és segítek. Klaus Blosz nem egyedül érkezett ma hozzánk. Állandó segítője a felesége mellett eljött vele a Szent László rend nagymestere, dr. Romhányi Tibor is. Egészen pontosan 11 éve köt minket egy nem csak a barátság és szimpátia, hanem egy kooperációs szerződés a Teuton renddel, és hát amióta Klaus Blosz úr a nagymester ennek a rendnek, ez egy nagyon
koncentrált, olajozott, nagyon jól működő kooperációs munka. Az adományt a Katolikus Egyház és az Egyesített Szociális Intézmény Család és Gyermekjóléti Központja juttatja el a rászoruló családok számára. Interaktív foglalkozások, előadások, zenés táncos produkciók. Tegnap a Tarci Lajos Általános Iskola adott helyszínt a Tehetség Roadshow-nak. 9 intézmény és egyesület, közel 200 diákja vett részt a rendezvényen, ahol ők is bemutathatták tehetségüket, de a roadshow-n találkozhattak elismert művészekkel is. Pápán a város szülötte, Zsédenyi Adrien volt a vendég. Negyedik éve járja az országot az Új Nemzedék Központ szervezésében a Nemzeti Tehetség Roadshow, amely évente 5-5 településre jut el, Veszprém megyét idén pápa képviselte. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a Nemzeti Tehetség Programra, amelynek keretében a tehetséges fiatalok számára biztosítják a további fejlődést. 2008 óta egy tényleg unikális programról van szó, ami leegyszerűsítve azt mondhatnánk, hogy évente 350 ezer adózó segítségével működik, hiszen az ő 1%-os felajánlásuk teremti meg a Nemzeti Tehetségprogram forrásának a felét, a másik felét a kormány egészíti ki, és ez a 350 ezer adózó közvetve 350 ezer fiatalnak segít az ő tehetségük felismerésében, illetve az ő tehetségük gondozásában. Pápa mindig is büszke volt, és a mai napig is büszke a tehetségeire, emelte ki köszöntő beszédében Unger Tamás alpolgármester. Azt hiszem, hogy minden önkormányzat egyet értene velem abban, amikor azt mondom, hogy minden településnek szüksége van a tehetségekre. Legyen ez bármelyik terület, legyen ez egészségügy, legyen ez oktatás, természettudományok, legyen ez sport, politika, bármi, ami egy város, egy közösség, egy település életében fontos, hiszen ezek nélkül a tehetségek nélkül egy településnek a fennmaradása sok esetben kérdésessé válhat, a fejlődése pedig minden bizonnyal kérdésessé lehet. A Tehetség Roadshow-n a diákok interaktív foglalkozásokon is részt vehettek, a természettudományok iránt érdeklődőket látványos kísérletek várták, a Kreatív Szigeten szalma és termés figurákat készíthettek, de volt interaktív zenegép, vívósarok, és a népdalok, népi hangszerek is bemutatkoztak a délután folyamán. A rendezvény vendége Zsédenyi Adrien, pápai születésű énekesnő volt, aki kitűnő példája annak, hogy hogyan lehet pápai diákból országosan is elismert énekesnővé válni. És persze a mostani fiatal tehetségek is színpadra léptek, 9 iskola és egyesület diákjai mutatták be tudásukat a Tehetség Roadshow pápai állomásán. Tapolcafűn könyvbemutatóval emlékeztek a Magyar Kultúra Napjára, a Művelődési Ház nagy termébe várták az érdeklődőket. Beszédet Puskásné Tófei Valéria mondott, majd bemutatta a legutóbbi kötetét, a Visszanézőt. Az alkalmon közreműködtek a Pápai Irodalmi Színpad tagjai és Bagi Sándor. A himnusz közös éneklésével kezdődött a rendezvény, hisz a Magyar Kultúra Napján azt ünnepeljük, hogy Kölcsey Ferenc január 22-én tisztázta le a himnusz kéziratát. A jeles alkalomhoz kötődő tapolcafői rendezvényen Puskásné Tófei Valéria mondott beszédet. Szólt Kölcsey Ferenc életéről, a himnusz keletkezésének körülményeiről, és arról is, hogy fontos a magyar nyelv ápolása is. Nekem veszőparipám a magyar nyelv tisztelete, becsülete, szeretete, kímélése, megőrzése és a szép szó terjesztése, és arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem szabad kicsavarnunk ezt a gyönyörű nyelvet, amin mindannyian beszélünk és megértjük egymást. Ezen a napon emlékeznünk kell a művészekre is, hangsúlyozta Puskásné Tófei Valéria, hisz ők hozták létre azokat a műveket, melyek kultúránk részei. Azok a művészek, akik ránk hagynak az ő lábnyomaikban művészi alkotásokat, azokat is meg kell becsülnünk, ezen a napon emlékezünk rájuk, és a művészetnek többféle ágát kell ide érteni. Festészet, irodalom, költők és szobrászok, és sok más mindenki. Úgyhogy, de azt hiszem, hogy nem szabad kihagynom azokat a lánglelkű mesterembereket, akik nem művész emberek,
de olyan maradandót alkottak, ami az ünnepeinkből és a hétköznapjainkból nem hiányozhat, őrájuk is emlékezni kell. A rendezvényen Puskásné Tófei Valéria bemutatta legutóbbi kötetét, a Visszanézőt, mely egy összegző könyv, régi és új írásokkal. A műből részleteket a Pápai Irodalmi Kör tagjai olvastak fel. Az írónő elmondta, hogy most egy regényíró pályázatra készül, egy a 80-as években írt regényét nézi át, azt szeretné beadni versenyműként. Aranytollas diák újságíró lett Zsidai Regina, a Pápai Szakképzési Centrum Jókai Mór közgazdasági szakgimnáziumának tanulója. A közgázos fiatal a Napló főszerkesztőjétől vehette át az elismerést, melyet egy kóbor cicáról írt cikkével érdemelt ki. Zsidai Regina cikke Csillagfény címmel először a közgázos diáklapban jelent meg. Egy kóbor cicáról szól, akit befogadott a diáklány. A cikk arról szól, hogy rátaláltam, hazavittem, gondoskodom róla, szeretem. A cikket először Czobor Andrea, a közgáz tanára, a diáklap felelős szerkesztője olvasta. Jónak tartottam első körben, megbeszéltünk egy-két stilisztikai javítást. Minden rendben volt velem. Én azt gondolom, minden rendben volt, és örülök, hogy más is így gondolja. A tanárnő javaslatára küldte be Regina a megyei labba a cikket. A Naplónak van egy sajtó és tanulás, azaz séta rövidítésű programja. Ennek keretében minden tanévben két alkalommal hirdetnek cikkíró pályázatot diák újságírók részére. A 2017-18-as tanév őszi pályázatára 10 intézményből közel 40 pályamunka érkezett. A zsűrinek Regina cikke tetszett legjobban. Az ő írása volt a legkedvesebb, legfrappánsabb, röviden és tényleg nagyon aranyosan, és meg kell mondom, nyelvtanilag is pontosan és helyesen fogalmazta meg a gondolatait, ami manapság nem túl gyakori. Regina egy oklevelet és egy aranyszínű tollat vehetett át a Napló főszerkesztőjétől. A közgazdasági szakgimnáziumban természetesen a szakmai tárgyak kapnak hangsúlyt, de a közismereti tárgyak is fontosak, s külön öröm, hogy Regina cikke ilyen szép elismerést kapott, mondta az intézményvezető helyettes. Nagyon örülünk neki, amikor a szakmai sikerek mellett közismereti tantárgyakból, illetve a közismerethez kapcsolódó témákból is sikerek születnek, tehát akár művészet, akár irodalom területén, és most egy ilyennek vagyunk éppen tanúi. Regina nagyon örült a díjnak, mint mondta, első cikkét is tollal írta, így az ajándék biztosan nem fog a dobozban porosodni. Híreink után nézzük, milyen idő várható a hétvégén. Szombatnap közben többnyire felhős időre készülhetünk, egy-egy hózápor, kisebb havazás főként északon fordulhat elő. Vasárnap napközben a középső és keleti területeken alakulhat ki havas eső, havazás, még a Dunántúlon szeles, változóan felhős időjárás ígérkezik. Az északnyugati szeletit gyakran erős lökések kísérhetik. A következő napokban a fagyos reggelt követően délutánra -1, +5 fokig melegszik a levegő. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!